a nem működő deckek következő epizódjában. Így is csak egy ülétet tudok sietni. Azért mondom, hogy lerakhatod a reponeret, mert ezzel értékesebb védeni. Vesztettünk meg mindenki. Mi biztos vagyok benne, hogy vesztettünk, persze. Ez teljesen egyértelmű. Jó, na hát ütékedeket akarsz játszani. Igen. Mire számítottál? Ne kapjon már. Challenger, Akshan, Sivir, 5. kör levelet 2 csempnek. Ne! Nem. Megbasszuk, csak figyelj. Hát, félek én is. Biztos vagyok benne, hogy be tud verni 4 damage-ot. Más nem kijátszik 4 spát. De egyébként itt láthatjátok a kombó lényegét. Igen, ezen a lényeg. Menj már a kurva anyádba amúgy! Hát nem hiszem el, hogy mindenki telibe top deckeli, bazd meg az egész játékot! Menj már a faszomba! Csak hívva lápoltasd ezt a szart. Baszódjon meg. Kurva anyával együtt. Na jó, kapcsolt ki ezt a szart. Sziasztok! Elmegy a kurva anyával! Elmegy a faszopó! Büdös! Nos, hát szervusztok, sziasztok, szeretettel üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Let's Evil Up, és... Kenblock? Próbáljuk meg. Rendben van. Első körben mai napra ugye mostanában rámentünk egy picit ezekre az OTK-t deckekre, vagy valamilyen fun kombóra, vagy valami ilyesmire, és elővettünk egy teljesen unused lapot igazából, ami pedig nem más, mint nem ez a lap. Nem a Stalking Shadows. Hanem a Fallen Reconer. Így van. Ugye, amit ha leszomonalunk, akkor Candlockot ad a leggyengébb unitnek az enemy oldalon, ami egyébként nem hiszik olyan jónak, mert én 1-1-es, meg ilyen kis jordulat mellett, ugye, az úgy szar, de igazából csak 6 unit lehet lent ott is. És megtaláltuk a módját, hogy nagyon sokat kijátszunk ebből, ráadásul ugye amikor ez meghal, akkor Last Blessing csinál egy Risen Reconert is, ami ugyanezt csinálja, csak erősebb és kevesebbe kerül, meg ephemeral mellé, de ugye itt nem is az a lényeg, hogy mekkorát üt, meg milyen erős, meg mennyibe kerül, hanem hogy permakent blokkot ad az ellenfél unitjainak, tehát legjobb esetben is fel kell áldozza, ha tele van a bordja és mindegyik kent blokk, az egyik lapját, hogy tudjon blokkolni az onnantól kezdve. Egy csempet, stb. Ami úgy fontosabb az, mert ugye leggyengébben teszi mi az kent blokká, és így halad szépen tovább. Úgyhogy igen, egész jó kis end kombókat lehet vele csinálni. És erre megmutatjuk mindjárt, milyen módot találtunk. Igen. Hogy minél többször lekopizzuk. De előbb a csemp. Hát most Kalista. Szerintem Kalista nem ismeretlen senki számára. Körülbelül egy másfél éve volt, hogy a reworköt is megkapta. Igen. Ő kapott is egy instant reworköt. Igen, neki kellett egy pici idő. Kalista ugye egy 4-3-as fírszám csemp, aki hogyha látott legalább 3 elájt meghalni, akkor level-up-ol. Level-up-on pedig, amikor támadsz vele, onnantól kezdve, hogy level-up-ol, azon kívül, hogy 5-4-es lesz, leidézi a legerősebb meghalt unitodat támadni, és ő blokkol helyette. Igen. És szintén ephemeral. Ő kapja a sebzést helyette, igen. Így pontos. Ő kapja a sebzést, igen. És ez ugye azért érdekes, mert ez biztos, hogy a Reconer lesz ebben a deckben. Ha már nyilván kijátszottad és meghalt, hogyha csak a sima verziója, akkor azt, hogyha már halt meg ephemeral 3-as verzió is, akkor azt, ami 6 overwhelm. Így van. Kalista Signature Spire pedig ugye a Kalista's Black Spear, hogyha halt meg egy unitod a saját unitod abban az adott körben, akkor 4-et sebez bármilyen unitra 3 spell van. Ez egy tök jó control spell egyébként, Shadow Eyes-ba illik az Archetype-hoz. Ami viszont fontos, hogy Kalista alternatívaként van benne. Tehát nem arra játszunk, hogy Kalistával fölkeltsük ezeket, de ez egy tök jó lehetőség arra, és lássuk be, Kalistával foglalkozni kell. Kalista tipikusan ilyen Shadow Eyes champ egyébként, mint mondjuk Kindred, hogy ha nem foglalkozol vele, akkor elszaporodik és nem állítod meg soha. Hogyha az könnyebb emiatt pont megölni, tehát ezért valószínűleg 3 manát, amikor lerakod, akkor meg fogják ölni. Tehát érdemes úgy használni majd, hogy kevés manája legyen az ellenfelednek, várhatóan ne tudja megölni egyből, hogy mondjuk abban a körben legyen lehetőséged level-up-oltatni, de ezt majd úgyis látni fogjátok az élő meccsek során. Menjünk át magára a kombóra. Na, a lap, amivel tudjuk ezt igazából spammelni, az többféle lapunk is, ha meghal egy, ott van egy Mist Call. Így van. Egyszer. Ezen kívül ott van nekünk a Fading Memories, azzal ugye még egyszer. Kalisztával fel tudod kelteni, az a harmadik verziója, és az ultimate baszodalom, mikor a meghalt belül egy 2-3, ebből is, meg mondjuk igen. esetleg a Risen Reconerből is, akkor ugye egy jó Harrowing. Így van, és hát a Harrowing az ha az ellenfélnek nincsen egy teljes board wipe-ja egy ugyanilyen slow spellből, egy Ruination, vagy Buried Denies, vagy hasonló tényleg ilyen nagy... Soul Ulti. Vagy a Winters.
Winter's Breath. Winter's Breath, ami ugye lefrostbite őket, mert ugye az is kiheréli az egészet. De akkor is perma Kent blokkja van az ellenfélnek, szóval egyébként nem olyan rossz. Illetve ugye még van benne egy Chronicler of Ruinunk is, ami pedig megöli és feléleszti, tehát megint csak egy plusz Kent blokkot biztosít nekünk. Igazából ez a kombó, emellé benne van rakva egy kis feelernek, Stalking Shadows, amivel megint csak le tudjuk kopizni és ki tudjuk húzni. A Shark Chariot, mivel hogy nagyon sok ephemerállal játszunk, így tök jó, ha ez kiugrik közben egy kis extra támadásnak. Extra sebzés, meg az elején az agróhoz jó, Fading Memories mellé is jó, Kalista mellé is jó. Emellett játsszuk még a Reborn Grenadier Salt and Stitches kombót, ugye mind a kettő csinál ephemerállapot, amivel Kalista meghalhat, kiugorod a cápa. Kalista nem halhat meg, nem. Kalistának a level up-jához segítünk. Igen, meghalt a unit. Ugye pont erre, ugyanezen szinergin épülve a Grave Physician benne van, ami kidob egy unitot, és ha ez egy Grandier, akkor ugye az le is idéződik, tehát nem megy kukába, és húz, egy és húz egy unitot. Na most a unit spell arányunk azt... Már is mutatom. Az egyébként fele-fele arányban van nagyjából, de nagyon... Nagyon fókuszálva vagyunk a Kent blokkos lapra igazából. Igen, én ezzel gondolkoztam amúgy, hogy a Hunted Relict, az tök jó lap arra, hogy Kalista level up-on, de lehet, hogy mondjuk 3 kopi nem kell belőle. Legutóbb sem jutottunk hozzá, sikerült anélkül level up-oltatni Kalistát, hogy a Hunted Relict kijött volna. Én nekem a legelső prototípus még az nem ilyen verzióban volt. Ott ez úgy nézett ki, hogy a harmadik körbe 2 spellmanával instant level up-oltattam Kalistát, még a védőkörömbe és a negyedik körbe regt. Ja, úgyhogy egyébként én azt benne hagynám, de ízlések és pofonok szerint azért lehet alakítgatni, tudjátok, nincs kőbe véve, valamit csináltunk. Nézzük is meg, hogy mennyibe kerül. Nézzük meg, ez egy viszonylag csórébb deck. Aha, ez így pont egy ilyen jó kis kezdő fun deck. Lehet, hogy egyébként az alacsonyabb ligákban még nagyobb win rate-tel is rendelkezne, mint nálunk, mert még nem szaladgál annyi meta. Lehet. Vagy nem tudják használni a metadekkeket, csak lekopiszták aztán jó napot. Minden esetre ez 17700 shardba kerül, mivel csak egy champ van benne, ugye ez nem üti meg a 20000-et. És a deck több mint fele common labból áll. 21 egészen pontosan. A további 3/4-e még a maradék félből meg rérből, úgyhogy az sem túl drága. 5 darab epic és per champ van benne. Úgyhogy nem a drágábbik verzió közé tartozik. Egy dologról nem beszéltünk, hogy húzásként a Whispered Words még benne van. Hát abban ami... a Stalking Shadows, Whispered Words, meg a Glimpse Beyond. Így van. A Whispered Words-ot csak azért akartam kiemelni, mert ugye az egy Reputation lap, és 4 mana alapvetően. 4 manáért 2-t húzni is teljesen rendben van. Ha esetleg annyival később játszott ki, hogy már egy pár ilyen Risen Reckoner-ed ütött, akkor megvan vele ugye a Reputation is. Na. De hogy arra amúgy alapvetően nem építünk, hogy ott az meglegyen. Úgyhogy nézzük meg, hogy mit szuperálgat. Now this game's heating up. One step closer to redemption. Nézd, próbáljuk meg. Igen, hát, srácok, tudni kell, hogy egyébként valamilyen oknál fogva tényleg ezek az OT-k a Swain-esnél láthattátok az elsőnél. Tehát, hogy mondjuk előtte egy nap. Előtte olyanokat mentünk azzal a deckkel, hogy megőrülsz. Ebben is az első prototípus tesztek olyan szinten brokenek lettek, hogy megőrülsz. Na, hát ez az a hand, ami nem. Bár még ez egész jó, egy ilyet elcserélek. Aha, én lehet, hogy Stalking Shadows-t is elcserélném, de nem. A Stalking Shadows-t húzhatunk olyat, ami jó lehet ehhez. Jó. Megcsinálsz ephemerát, amit kidobhatsz nyugodtan. Igen. Ettől féltem, hogy egy ilyet fogunk húzni. Chronicle of Ruin. Ebből most még egy? Visszakaptuk, amit elcseréltünk, csak a szokásos. Második körbe fix action? Figyelj! Csak figyelj! Ez a deck úgy meg fog baszni, Robin, hogy nyekkenünk. Ez minden deckre igaz. Nem fix action, viszont ez jó, mert akkor tudunk most... Hát... Lehet, hogy csak azt így kidobnám az egyik olyan húzószart. Lehúz egy Grandiert. Most hagyom, hogy beüssön ötöt. Hát, vagy hagyta, hogy beüssön ötöt, akkor legyen így. Na! Most miért? Mert már felvesszük azért. De most miért? Mert már felvesszük, mondom. De most miért? Miért nem kaphattunk egy cápát? Például egy cápa nagyon jó lett volna, igen. Jó, hát dob. Ne, az ephemeral, az a... Bár nem, hogy lerakhatod Kalisztát is egyébként. Ne. As long as the body holds blood. Ott az action, de legalább nem 2 manám volt. Igen, határozottan. It's something. Na, az védőlapjaim már vannak, még egy manás lap esetleg? Úgy. Húzhatod is ki kövi körbe egyből a Walking Sense-et, vagy Waking Sense, vagy mi a faszom a neve. Pont nincs manánk erre.
Megjött a kör azért. Negyedik kör. Hát most a teendőd, hogy kill a unit, revivalod azt az 1-1-est, és akkor mindent le tudunk védeni. Mert akkor 5 unitunk lesz lent. 4, bocsánat, akkor csak egy megy be. A sivír. Business as usual. Kíváncsi vagyok, hogy fogja behúzni. Amúgy hogy lehet ilyen körvet kapni, de most őszintén. Ez egy nagyon jó kérdés. Ez a 20-ba 2-2-t úgy. Oké, okay. Mi azzal megöljük azt? Aha. Azt nem? Azzal nem is támad, még jobb. De, megöljük. De, meg is. Szuper. Úgy. Jó, hát ez így. Ez így egyébként egy egész jó csere. Jó, ma két csempje maradt meg. Hát meg nekünk 13 HP-n. Részletkérdés. Nem számít? Nem. Na, és most figyelj, így is úgy is kiszopunk. Az, így van, hagyd lépjen, és talán lemehet Kalista. És realizni fog. Valószínűleg igen. Passzol. Akkor viszont Concerted Strike jön. Valószínűleg. De a Concerted Strike, amit kiegyezek amúgy. Nem, a Concerted Strike-kal teljes mértékben ki tudok egyezni. Wow, és nem. Hát akkor csak passzolj. Persze. Na, már level up-ot Kalisztán. Ez már win. Ez így már. Fia, a Mastery-hez hozzásegített. Aha, igen, igen, igen. Ja, mert részben egyébként azért csinált, azért kezdtünk el egy OTK deckekkel foglalkozni, hogy olyanokkal is játszunk, ami... Hú, geci. Így. I'm ballsy. Hát, ezt látom. Én előbb húznék izét. Nem, mert még lehet rallia. Muszáj unitokat lerakni. Ez igaz, akkor viszont... Egy Whisperverse-öt kibaszok. Jó, egy Whisperverse-öt kibaszhatsz. Az jó. Az jó, mert rallizik, akkor kettőt le tudsz húzni. Így van. Stand. Így van. Reconert amúgy nem láttunk, ott is van a rally. I'm so smart. Ah, you are so smart indeed. You are smart indeed. Na, megvan a Reconer is. Sword and Stitches. Remélem van még egy rallya. Nem, én remélem van egy Sharpside. Ott a Concerted Strike. Sivir action. Izé kéne most. Mi? Kövi körre. Mi? Harrowing. Az nagyon jó lenne most egy egyszerre Harrowing, igen. Aha. Ja, bár mondjuk annyira még nem vagyunk jóval a Harrowing-gal, mert még egy darab Reconerünk nincsen. Azzal dob ki valamit a picsába, és csinálj egy Grandiert, hogy legyen mit védened. De mindent le tudok védeni, ez felesen felesleges volt. Á, tényleg. Jó, geci, Robi. Nem baj. Teljesen mindegy. De nem négy unitja volt még az előbb? Nem. Meg voltam róla győződve, hogy négy unitja van. Ez a 20-ba jöhet, oké. Okay. Nem baj, legalább megmarad a kövi körre a unitod. Hát most. Úgyis lesz nála még egy rally. Valószínűleg. Kalista. És nincs elég manám a kettőre. Nincs, de ráadásul nem is tudnál nyerni sehogy, mert nem tudsz elég damage-et leosztani, úgyhogy... Lerakhatod a Reconert, Kalista most igazából fölösleges, mert nem fog felkelteni semmi olyat, ami értékes. Így is csak egy unitot tudok kiállni. Azért mondom, hogy lerakhatod a Reconert, mert ezzel értékesebb védeni. Vesztettünk amúgy mindenki. Mi biztos vagyok benne, hogy vesztettünk, persze. Ez teljesen egyértelmű. Jó. Van, hát OTK-deket akarsz játszani? Igen. Mire számítottál? Igen, igen. Mire számítottál, hogy hagyni fogja? Mondjuk az előző meccsünkre. Nem. Egyáltalán nem arra számítok, hogy hagyni fogja, csak azért azt elvárnám még egyszer a játékot, hogy tehát tele vagyunk kislappal mi is, olyannal, amit igen. Lesz, meg van egy csomó death is unit, stb. Tehát ne kapjon már Challenger, Akshan, Sivir, 5. kör level up 2 champnek. Ne. Igen, nem. Igen, és azért hozzátenném, hogy elcseréltünk egy darab olyan köcsög húzólapot a kettes-kettest, és megkaptuk mind a hármat belőle utána. Én. Tehát, hogy... Na, ez már egy sokkal kultúráltabb hennek néz ki. Ja, így van, sokkal kultúráltabb. Miss Fortune Queen. Miss Fortune Queen. Nem baj. Megbasszuk, csak figyelj. Hát, félek én is. Mondjuk igazán adhatnám valami nem ilyen tényleg generic metadekket. Cápák. Ez meg ott vergődik. Ezt lerakhatod. Lerakhatod? What's that noise?
A cápa lesz az. Fish. Hogy hozzávágta hozzá a poróhoz? Mert le a cápi. Cápi egy. Cápi ein. Cápi ein. Eine cápi. Na, jöhet le a 0-3-as challenger. Szuper. Nincs nálad itt. Ezt már tudjuk. Tényleg? No, no tattered banner for you. Milyen elitet játszik ez a deck amúgy? Nem szóval, if you behold an elit. Akkor ezt most húztam. Ja. Szerinted van single combatéja? Szerintem... Hát ez egy kurva jó kérdés. De én is Kalisztát akartam javasolni, hogy ragd le, úgyhogy... Only revenge. Ezek szerint nincs. Cápi? Ú, nem, az út úgy fókuszatak. És ki is jön a cápi, úgyhogy meg is vagyunk vele. Only revenge. Na, nem haladunk. Na, így kellett volna kinéznie az előbb is az elejének. Halnak a unitjai, most kéne egy Reconer. Igen. Most lenne nagyon jó egy Reconer. És jó, mert innentől a Kalista meghal, van egy hibájunk. Így van. Oké. Lehet a cápit le kellett volna rakni. Csak akkor már nincs meg a izé. Mi? A revive? Igen. Hát akkor ne, akkor raglat. Jöjjön a cápa can't block. Még rally ebben a körben már nem lesz. Nem, maximum single combatozni tud, de... Sharpsight-ja lehet még. De ne felejtsd el, hogy 5-öt üt Kalista, úgyhogy ha single combatozik, akkor belehal. Igazából meg se tudja ölni semmivel. De hát ha Sharpsight-ozik, akkor meg tudja ölni. Ja. Ha van nála Sharpsight abból a három napból, akkor igen. Jó lenne egy plusz mana, sokkal nyugodtabb lenne a lelkem. Igen, valóban. Meg hát meg tudja ölni, hát kétszer. Ja, de az csak egyszer tudja behúzni. Igen. Most ennyivel támad, én beengedem. Persze, mindenképpen. Akkor így, ha arra vár, hogy reagálj és sharpsightozzon, akkor teljesen nyugodtan, mert innentől kezdve az alap a ha szép... van nála még egy Quinn, még az szopó. Nem, simán magában Valor van nála. Mert játszanak simán Valor, úristen, én is játszanám. Gyűlölöm azt a lapot. Annyira szar, annyira fölösleges. Hát jó, mondjuk azt a 2-1-es most meg megölhetted volna izével, de mindegy. Nem tudok, le. Jön, nem baj, egy cápa, és akkor jöhet a milyen. Az se rossz. Jó rally. Nyugodtan ki, mert szerintem az atakod. Meg se hal. Király. Jaj. Na, csak így lesz a smartabb. Ja. Viszont le tudsz rakni egyet, meg fel tudsz kelteni egyet. Igen. És nyom scoutatokat, az nagyon jó. Várj, még most fel kellett volna keltened, hogy kijöjjön a kövi kör elejére. Most már mindegy. Úgyse fog támadni. Mi, még van egy atakja? Hát, ja, csak bármelyik most Valor még kijön, ja. Még kijön Valor. Úgy most kint lett volna két blokkoló uniton. Na, meg még hülye is szegény. Ennek semmi értelme nem voltam új részéről, de mindegy. Szeretne... Ez many damage, ez possible. Jól sikerült. Many damage, ez possible! Ja. Most pont nem hal meg a Queen-je. De nem baj. Aztán nem is támad. Az vagy ezt megint ő fog támadni amúgy, én csak ezért utálom ezt a kibaszott decket. Azt is véd le. Az úgyse hal meg az alapod így. Impossible! Megvan a izé! Igen. Oké. Okay. I'm interested. Meglettem volna lepve. Ja, húz, előbb a izét játsz ki szerintem. Ezt. Nem, én előbb azzal húznék, mert ez kettőt húz és csak két mana ugyanúgy. És így a fókuszal most két unitot egybe le tudsz rakni.
ha nem támadás. Vagy azzal hármat, igazad van. Az még jobb. És még mindig van elég manád lépni. Pazd meg az atakodat. De amúgy menj már a picsába! De tényleg menj már el a picsába! Ez még mindig nem annyira nagy baj. Hát de, mert kétszer fogja ezt a támadást lenyomni. Azokat még nem raknám be. Egyet, az egy elég biztos, hogy nem. Mert még most mindig lesz egy atakja. Igaz. És most kell kidobnod a fókusszal azt az ephemeral szutykot. Én ezzel dobnám ki. De az csak egyet idézze, nem kettőt. És ez a unit, meg ez a unit, bazd meg! Ja, jó, azt is csinálhatod. Csak akkor mondjuk Galiszta, jó! Actually, most... Ha túléljük ezt a kört, akkor jó. Még talán tudunk alkotni szerintem akkor. Szerintem ezt még túl tudjuk élni. Kövi körbe egy kalisztás atak, az összes lapja a Kent blokk lesz. Ha csak nem lesz nála még egy rally. Hát nyilván, hát jó, de az... Ugye UFC. Jó, hát a most damage-eket le kell védeni. Mindenképpen. És teljesen mindegy kettőt véd, így. Jó, így. És akkor most összeszorított segjükkel imádkozunk. Aha! Most még amúgy egy Harrowing is nagyon jó lenne. Pont igen. Van rá malánk, pont lenne malánk egy Harrowingra, igen. El se rossz, mert erre is van pont manánk, ha megöli Kalisztát. Én előbb az ephemera... Nem, ragd le azt. Ragd le azt előbb. Jó. Gyere, te faszopó. Az nem baj. Az nem. Az nagyon nem baj. Én azon gondolkozom, hogy lehet, hogy ezzel most kidobnám ezt. És még egy unit? Még egy unit. Nem fogunk eleget átütni, viszont még egy fog picit kijönni. Így most még egy fog kijönni. Nem tudok ránézni így még nem, az olyan közájra. De mondom, még egy fog kijönni. Ebből? Abból fog még egy kijönni. Igen, ami azt jelenti, hogy egy... a Valor nem fog tudni védeni. Nem. Azzal Queen, vagy yeah. Mi az? MF-fel meg az 5-8-assal fog tudni védeni. És ütni fogsz egyszer 5-4-et, egyszer 6-3-at, és ha az 5-4-et levédi, akkor a 6-3 meghal. Van már cápánk is, nem? Van cápánk is, úgyhogy kijön a cápa is. Egy cápa vagy kettő? Dobd ki és húzd le, 3 unitet támadj, minél wide-abb módon menjél. Másik. Minél wide-abban menjél. Úgy, és mehet az atak. Nem tudom, hogy két cápánk van-e, de teljesen mindegy. Igazából. Az gyerünk! Két cápa van. Az nagyon jó, mert akkor az lethal, hogyha nem tudja megfogni az összeset. Már pedig egyel tud még védekezni. Hát az a baj, hogy meg tudja fogni. Így marad HP a 3. Igen. Nem ütünk eleget, bazd meg. Igen. Sajnos igen. Meg még... Hát mondjuk a Make It Rain az... Pont két olyan unitot ütött, aminek semmit nem... Még egy MF, hát mi más? Tudod, mi kéne Kalisztára? Na. Így vesztettünk amúgy. Egy Overwhelm. Might. Vagy nem tudom, vagy a lapjainkra tudom, lehet, hogy a izé helyett, bocsánat, a Kalisza level up-oltató lap helyett, bocsánat, igen. Csak egy kis menet közben jelent. Van kis, néha ilyen. Egy eszpel. Hol van? Ally 3 plusz 3 this round? De +2/+2 ephemeral. Tele vagyunk ephemeral átakuló lapokkal, néha tök jó. Az se rossz, de akkor már jobban járunk a izével, a Noxus verzióval, ami 3 damage-et ad ugyanígy egy manáért, Elixir of Iron-nal. Az konkrétan plusz egy damage. HP nem kell nekik, mert ephemeral lapok. Ja, hát csak az atakot könnyebb megfogni akkor. Hogy érted, hogy könnyebb megfogni az atakot? Ha kevesebb a HP-ja, könnyebb kiölni mondjuk bármilyen spellel, ja, stb. Hát jó, de úgyis az overwhelmesre rakod szerintem. Vagy hát nem tudom, mindegy. Igazából mindegy. Bármelyiket kipróbálhatjuk. És mondjuk én ebből is kivennék amúgy. Hát vegyél ki belőle. Rakjál be a helyet egy-egy ilyet. Tehát bekerült 2 darab Mark of the Eyes. Így van. Hát jó, mondjuk, hogyha nem kapott volna megint 2 MF-et, 2 izét, Queen-t, meg 2 olyan kibaszott, tehát minden egyes alkalommal, amikor egy whiteboardot megcsináltunk, ő tudta tartani hozzá a tempót, mert pont azok a lapok voltak nála. Na, hard control, ez az. Jó. Jó. Meg ez azért jó, mert ez blokkolás közben is jó, mert mi azért játszunk ilyeneket. Úgyhogy ja. Szerintem ez nem egy olyan rossz hand. Nem, ez egy jó hand. I can dig that. You can dig that? I can dig that. Ezt ki szokta mondani? Nem tudom. Grappler. Azt szokta, hogy berepni. Ő szokta mondani? Aha. I can dig that. Ez nem, nem azt szokta, hogy I can take that? Nem. Amit te szoktad nézni igazából?
Mi a picset? Mi ellen játszunk? Hard control. De már egy ponttal vezetünk. Ez eddig tartott. Már egy ponttal vezetünk, Robin. Passz. De a scoutot nem véletlenül utálja mindenki. Mert... És tartottuk vele a tempót. Azért mert agyatlan. Mi azt jelenti, hogy validában van a deck? Na. Ez tök jó lenne most, csak úgyis meghalod. Azonnal meghal abban a pillanatban, ahogy lekerül, igen. Csak most már két ponttal vezetünk. Én ezt megcsinálom még 18-szor, nagyon szívesen. Szerintem húzok most lapokat. Legalábbis ez biztos. Ebből most van kettő. Ja. Egyet le is rakhatsz nyugodtan, szerintem. Az efemerát, mert mindkettő az. Szerintem azt fogom csinálni, hogy kövi körbe úgyse fogja ezt megölni. Mármint mit azt? Aha, hát vagy kiúszhatja rá Mystic Shotot, de most a kutyát nem érdekli. Így mint már pláne. Ha lesz egy lapunk, kövi körbe azzal kezdek, hogy lerakom, uh-huh. És deal. Ja. Az jó, ha az nem sztrájkol. Cápát meg nyugodtan kitárgetelheti. Igen. Ne úgyis az 1-1-es lapunkat fogja. Ja, tényleg van belőle izé. Na fél, nyomhatunk izé csak cápa attakot. Na, úgy néz ki, valami hasonló lesz. Szerintem most még nem kell csinálnod semmit amúgy. Most úgyis megöli a pókot. Lerakhatod a Reconert a következő körbe, tudsz bele csinálni egy... Ölni. De tudsz bele csinálni egy kopit. De talán nem lesz blokkoló lapunk. És akkor mi másra szeretné blokkolni, majd Kalisztával? Mert így sincs blokkoló lapod. És nem tudod felkelteni, akkor már inkább a Reconert. Ami most kipattintja ezrére a Kent blokkot. Vagy mi a te elképzelésed? Nincs unit, amit le tudunk rakni. És neki sincs ünitja, amit le tudnánk kopizni, hogy az övét rakjuk le. Azért, mert tehát kéne valamivel tudunk támadni, akár még csak ezzel is. Egy picit rá tudjam stresszelni arra, hogy valamit csináljam. És úgy érzed, hogy Kalista lesz erre megfelelő a lany? Hát, hogy akkor csinálj egy ilyet. Ez még nem olyan sok damage. Végül is. Bár nem, most hülye vagyok, nálunk van a Harrow Wing amúgy. Igen. Na most ezt hagyjuk, hogy megölje. Mi? Meg van már két cápád a izébe. Igen, igen. Azért mondtam, hogy ezt most hagyjuk, hogy megölje. Haladunk. Fölkeltjük? Igen, azt fölkeltem most mindkét. És kövi körbe amúgy mehet egy masszív. Csapassad neki. Most lerakom ezt. Azt akartam, hogy ezt most ragd le azt. Úgy. Most ezt is lerakom, aztán lejátszom Kalisztát is, és utána ezzel egy atak. Ugyanerre gondoltam én is. Most húzza ki a spelljeit, nagyon jó, akkor nem fog tudni mindent megállítani. Úgy. És kezd el megállítani azokat, mert megöltél... Igen, már bajba vagy. Tudod, te is. Nem. Akkor viszont Kalisztára vár. Hát, várjon! Nem. Még jobb. Így viszont nem is kell kijátszanod a pluszt. Ja. És támadhatsz... Kalisztával nem támadhatsz, fuck. De azért ez így se rossz. Úgyhogy két unitát tud csak védekezni. Kellett volna támadni, az úgy... Ne, be tudod sneakizni. Így már nem. Így már nem. Így már nem. De meg tudod elni ezt a pókot, ha muszáj. Nem muszáj. Mondjuk, ha most rápattint valamit az egyik cápára. Vagy Kalisztára. Mind a kettőre, hát persze. Mindegy, én arra kirátszanám most az egy-egy izét szerintem. Nem, még nem kell. Még nem, azt mondod? Még nem kell. Jó. Van maradt blokkoló unitunk. Na mondjuk van harrowingunk. Igen, pont az a lényeg. Kalista meg is dögölhet nyugodtan. Ja, igen, így most már igen. Úgy látom, meg is fog. És mitől? Nem tudom, semmi. De valamit ki akar játszani nagyon. Egy flokja lehet még így kövi körbe. Na mondjuk ez baj. Igen. Azt meg kéne ölni, de nem tudjuk mivel. Mert ezrél is egy fos. Ezrél is egy broken szar. Egy faszopó.
őszintén egyelőre nem is raknék le unitot. Ez a femerácia nem, én simán lerakom, hat kell csak fel majd. Jó. Csak figyelj, hogy a targeteim miatt tudod. Tudom, de úgyis rá targetel megölöm. Lesz nála elég spell, az a baj. Ez a deck erre játszik, úgyhogy több mint valószínűleg tartom, hogy lesz igen. Vagy ha nem most, akkor kövi körben. Hiába támadsz majd. Mindegy, ezt azért öld meg most. Annyival kevesebb menjen ki. Igen, igen. Ez egy másik kétlim. Az is mind a kettő kétlim volt. Az igen, mondjuk. Szuper, mindenképp menjen ki a spell, hát persze. Most már viszont nincs manája. Hát ott patincs le egy kalisztát. Igazából instant attackkal nyersz. Hát... Nem kell a harrowing. Jó, oké, igen. Nyilván az egyest is lerakhattad volna, ha már itt tartunk, de mindegy. Instant attack, azt lesz, ami lesz. Nincs más esélyed. Ha ki... Még a fókusszal még kijátszhatsz valamit, ja. Tök mindegy, melyiket dobott ki. De biztos vagyok benne, hogy be tud verni 4 damage-et. Más nem kijátszik 4 spellt. De egyébként itt láthatjátok a kombó lényegét. Igen, ez lenne a lényeg. Egy Mystic Shot, amiben már kijátszott egyet, még egy Mystic Shot. Ez 2000 lesz, figyelj. Meghalok, ha az 2000-ről, Viktor. Csak figyelj. Az egy flock, az nagyon jó. Így nyert. Nem, aj, nem tudjuk megölni Kalisztát! Nem, sajnos nem. Picsába. Nincs, és a húzott dobtad ki? Igen. A Whisper, már azzal tudtunk volna húzni Glimpse Beyondot, és akkor azzal megnyerhettük volna. Teljesen mindegy volt, mit dobok ki. Hát, ne, az nem. Nem, mert már kifogyottak, de kijátszott az előbb két kétlint, kijátszott már két Mystic Shotot, most egy flokkal kellett targeteljen. Nem kell, neki kétlint ebben a deckben csak azért van benne, hogy legyen belőle még több abból a spellból. Értem, akkor is egy próbát megért volna. Meg lehet. Nem lehet mindig mindent ki top deckelni. Jó, hát... Még van egy meccs. Még van egy meccs? Persze. Ez csak a második volt? Igen. Nem. De. Először Sivirák sen ellen szoptunk ki, most meg ez ellen, más ellen nem játszottunk. De tényleg ez a kettő volt még csak. Csak, előtte... csak relatív hosszúak voltak. The meme team. Aha, igen, látom, Zigstáliával nagy mémes vagy. Csicska geci. Egy olyan cseréje, meg egyébként a Soulsand Stitches-t is talán, de... Szkalisztom el egy elég jó lap. Igen. De két fading memory szerintem nem. Bár tudja, a faszom. Mit? Így, hardcherry-re kalisztát. Azt mondod? Aha, meglátjuk, mi lesz belőle. 5 darab Reconer. Nem. Az a valamit ki kell domlod, hogy hagyd. Mindig náluk van első körben. Hát, ez az egy manás, dropjuk. Na, azért kapják meg mindig. Mind a kettőt. Cápa nem tud védeni, de... Ha nem rakjuk le, akkor se. Jó. És most lenne nagyon jó egy olyan kidobó... Az, pontosan az. Lerakunk a listát. Jó. Le kell menni, mert most még nincs lent olyan landmark, ami adna neki sebezhetőt, és egyik sem tudja levédeni papíron. De legalább le tudja stunnolni. Ezt le tudja, igen. Na, hát tárja level up-olt is. Ja, mert nem még kell egy. Ziggs? Menj már a kurva anyádba amúgy! Hát nem hiszem el, hogy mindenki telibe top deckeli, bazd meg az egész játékot! Menj már a faszomba! Hát nyugodj meg! Nem nyugszom meg! Támadja nyugodtan! A kurva anyád! Támadja nyugodtan! Jó, az sokkal jobb lett volna az atakunkra. Amúgy a boragliban le most még egyet, és lőlappoltasd a Kalisztát. De akkor ki kell dobnom valamit? Rak le a kemisztet! Kemisztet is lerakhatod, nem kell azt. Csak lőlappoltasd ezt a szart. Baszódjon meg! A kurva anyjával együtt! Köcsög. Sos verek egyet akot szerintem. Aha, simán instaltak. Teljesen nyugodtan. Jön ki cápa, fölkelt egy izét, egy ilyen, mi a faszom az, Grandiert. Baszódjon meg! Mindenével együtt. Faszopó. Fú, de gyűlölöm, geci, ezt. Oké. Okay. Oké. Okay. Most leduplázz a táliával. Aha. Nyilván. Csak figyelj. De miért húzol ki mindenkibe baszott lapot? Miért?
40 lap van a te kikurd dekkedben is! Menj már a picsába! Ez sajnos ilyen. De, úristen! Na, mert ezt meg tudjuk verni szerintem. Hát kurvára nem fogjuk meg. Mert attól függ, hogy van-e overwhelmje. Most nyerni fog! Most ráhúz egy abszolvert és viszlát, vagy lejátszik egy maguszt. Ha van el valamelyik. Hát menj már a, de tényleg menj már a picsába! Az ötödik kör! Igen, hatodik. Hát most már a hatodik. Teljesen hihetetlen, bazd meg! Oké. Okay. Szuper. Így nyert. Szuper. Na jó, kapcsold ki ezt a szart. Sziasztok! Sziasztok!